A Varázslatos Magyarország bemutatja a Magyar Természetfotó Nagydíja. Ha az év minden szakában, a rekkenő nyárban és a dermesztő télben is kint vagy a természetben, hogy az élővilág különleges jeleneteit megörökítsd, ha képeiddel szeretnéd bemutatni nemzeti parkjaink vadregényes tájait, az ott élő gazdag flórát és faunát, és ezzel felhívni a figyelmet a természetvédelem fontosságára, akkor nálunk a helyed. Én mindenkit buzdítok arra, hogy járj nyitott szemmel, vegy elő a fényképezőgépét, és töltse fel a jobbnál jobb képeit, mert ez lehet az alapja annak, hogy a nagy közönségnek is megmutassuk, hogy mennyi természeti értékünk van Magyarországon. A Varázslatos Magyarország egy olyan közösség, ahol a természetfotósok hónapról hónapra versenyeznek egymással, és tanúságot tesznek tehetségükről, elhivatottságukról. A verseny egy 9 hónapon át tartó megmérettetés, melyben a pályázók az év minden szakában kint vannak a természetben, fotóznak, és munkáik legjavát mutatják be a pályázaton, hogy ők kerülhessenek a VM fotós ranglistájának élére. A képeket kiemelkedő eredményeket felmutató, páratlan szakmai életutat bejárt tagokból álló zsűri értékeli. És hogy mit is keresnek pontosan? Számomra egy jó természetfotó a dokumentalista eszközökkel elkészített művészi alkotás. Amikor egy felvételnél a készítő nincs ott, és csak a pixeleket látjuk a falon, akkor én azt szeretem, hogyha tudunk vele közvetíteni érzéseket, hőmérsékletet, drámát. Ha engem egy kép mellbe vág, és egy nagyot lélegzem, hogy ja Istenem, akkor az már biztos az 5 pont fölé kerekedik, mert hatással van rám is, és ez a hatás bizony, ha rám hat, akkor nagyon sok emberre fog hatni. What I really appreciate and love is of course new species, new behavior, new wildlife, but maybe something much more sharp is new behavior of very common species. That's something very exciting for me. Valamiért, talán a filmes múltam miatt, azt szeretem legjobban egy fotóban, hogyha arra is kíváncsi leszek, hogy mi történt előtte és utána. Tehát nem bekeretezett álló pillanatokat keresek, hanem mozzanatokat, amelyek izgalmas történetek részei. Számomra a legjobb állókép mindig az, ami megmozdul. Egy jó természetfotósnak először is jó kell látnia. Tehát jó kell a háromdimenziós tért kétdimenziósá konvertálnia, hogy egy jó kép szülessen. Aztán utána abból portré, vagy természet, vagy street fotó születik, az teljesen mindegy. Én a természetvédő aspektusából azt mondhatom, hogy megvizsgálom azt, hogy ez a kép milyen körülmények között készült. Tudom azt, hogy van egy csomó olyan zavarásérzékeny faj, amelyről kiváló természetfotókat lehet készíteni annak a élettevékenységének a akadályozása nélkül. Ugyanakkor van egy csomó helyhez kötött növény, gomba, amelyet esztétikusan megfotózni csak úgy lehet, hogyha egy picit a természetbe, a környezetébe belenyúlunk. A kettő közötti nagyon-nagyon finom mezsgye az, amely nálam azt a bizonyos 5 ponthoz képesti pluszot megadja, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek még tolerálhatók a természetben. Ha egy szóval akarom kifejezni, hogy mit várok el egy jó képtől, valami legyen benne, ami felkelti a figyelmemet, ami érdeklődést vált ki bennem, ami hangulatokat, érzelmeket idéz vagy kelt. A különleges pillanatok felfedezéséhez és megörökítéséhez nem csak jó látásmód, de végtelen kitartás és az élővilág iránti tisztelet is szükséges. A Varázslatos Magyarország ezt mindennél többre értékeli. Ezért úgy döntött, hogy fotósait egy olyan különleges díjjal jutalmazza, amellyel elismeri a magyar természetfotózásban elért rendkívüli teljesítményüket, s a teljes pályázati évad alatt a legkiemelkedőbb eredményeket elérő fotósoknak odaítéli a Magyar Természetfotó Nagydíját. A díj annak testamentuma, hogy az alkotó egy évnyi kemény munkával és tehetsége folytonos bizonyításával kiérdemelte a pályázat legjobbjának járó helyet. A Varázslatos Magyarország ezt a nem mindennapi teljesítményt az aranydarú szoborral jutalmazza.
készen állsz a kihívásra, és úgy érzed, az ország legjobb természetfotósai között van a helyed, akkor mutasd be a természetvilágát a saját szűrődön keresztül, és légy te a Magyar Természetfotó nagydíjasa. A Magyar Természetfotó nagydíjának megalapítása a Nemzeti Park Igazgatóságok szakmai felügyeletét ellátó Agrárminisztérium ajánlásával.